Belegondoltak valaha abba, hogy hogyan kerül a krém a tubusba, a hatóanyag a kapszulába, és egyáltalán, hogy mi is az, amit beveszünk vagy magunkra kenünk? Milyen természetesnek tűnik, pedig igazán különleges. Egyetlen pirula, amely mögött évek munkája áll. A gyógyszerkészítés tudománya tulajdonképpen egyidős az emberiséggel, ám az első összetett gyógyszerkészítményt az ókori római Claudius Galenus állította elő. A mai értelemben vett gyógyszerkutatásról és gyógyszeriparról azonban csak a 20. századtól beszélünk. A technológia azonban folyamatosan fejlődik. A Multiverzum mai adásában a gyógyszertudomány és a gyógyszertörténelem világában kalandozunk. Melyek voltak a mérföldkövek a gyógyszertörténelemben? A klinikai gyógyszerészet tudománya. Amíg én itt a hatóanyagok és gyógyszerkészítmények előállításáról tudok meg mindent, addig Anna Semmelweis Egyetem gyógyszerésztudományi karán kísérletezik. És elkészült az első tablettám. Műsorunk kíváncsi és mindig online, úgyhogy keressenek minket az interneten is. Látogassanak el a MediaClick weboldalra, vagy kattintsanak az M5 hivatalos Facebook oldalára. Ötleteiket, javaslataikat a multiverzum@mtva.hu e-mail címre várjuk. Mióta és hogyan gyógyítunk? Melyek voltak a mérföldkövei a gyógyszer történelemnek? A gyógyszerek előállításának tudománya és ipara párhuzamosan fejlődött az orvostudománnyal, a vegyészettel, a biofizikával és a biokémiával. Most a gyógyszerészet úttörőit mutatjuk meg önöknek. Az emberiség történelmében már az őskorban is jelentősége volt az orvoslásnak, de a gyógyszerészet tudománya a 13. századtól bontakozott ki Európában. Elsősorban nagyvárosokban, illetve kolostorokban voltak gyógyszertárak, ilyen szempontból rendkívül nagy szerepe volt az egyháznak. És a gyógyszertár hálózat az nagyon lassan fejlődött, miután a gyógyszerek drágák voltak, orvos is csak nagyon kevés helyen volt. A gyógyszertárak számának az emelkedése az körülbelül a 18. századtól valósult meg. Kezdetben a gyógyszertárakat a városok felügyelték, tehát nem voltak nemzeti gyógyszerkönyvek, hanem városi gyógyszerkönyvek voltak. A gyógyszertárakat nagyon szigorú szabályozás alá vetették kezdettől fogva, hiszen hát mérgeket lehetett ott kapni, megfelelően szakszerűen kellett ezeket az anyagokat tárolni, előállítani. Az első magyar gyógyszerkönyv 1871-ben jelent meg, amely szabályozta a hivatalos medikamentumok minőségét. Itt látható a ricinusolaj, oleum ricini, és egy gyógyszerkönyvi gyógyszer volt, gyógyszer alapanyag, használták hashajtóként is, hogyha valaki Karinthy Frigyest olvas, akkor találkozik vele. Ezek mellett voltak az úgynevezett nem hivatalos gyógyszerek, amik a gyógyszerkönyvön kívüli gyógyszereket jelentették. Ezekből egyre több volt. Voltak úgynevezett titkos szerek is, amik azért voltak titkosak, mert senki nem ismerte, mármint az egyszerű vásárlók, fogyasztók, betegek az összetételét. Tudnék, akkor még nem volt gyógyszer engedélyezés, vagy gyógyszer törzskönyvezés. A gyógyszer egy nyelvújítás korabeli szó, amely Bugát Pál nevéhez fűződik. Vannak olyan orvosságok, amelyeket a 18. századtól egészen a mai napig forgalmaznak. Az aquacalciszt azt a formuli normálisban bőrgyógyászati készítmények előállítására használják, tehát külsőleges készítményekben szokták még felírni, azt nem mondanám, hogy gyakran, de előfordul. Gyulladás csökkentő hatást tulajdonítanak neki. Ez a kettős pont, ami a régi feliratokon látható, ez nem a mai értelemben vett kettős pont, hanem ez a ma egyes pontnak megfelelő rövidítés. Úgyhogy ezek mind a mucil, az például mucilágot jelent, az ol, az óleumot. A farmakológia legjelentősebb fejlődése a 20. században indult. A modern magyar gyógyszeripar megteremtője Richter Gedeon volt. Richter annyiban megmaradt
tipikus gyógyszerésznek, hogy ő az úgynevezett organoterápiával foglalkozott, self-terápiának nevezik, akkoriban a 20. század elején, 19. század végén ez egy nagy divat volt. Richternek is ugye a mai napig létezik a tonogén, amit most már adrenalin injekció egyébként, ezt mellékvese velőből állították elő még annó. A tabletta az egy modern forradalmi gyógyszerforma volt még a 20-as években. Mondjuk Magyarországon már bértablettagyártás zajlott az első világháború előtt is, de általánossá a tabletta az a 20-as évektől vált. Na most ennek az volt a lényege, hogy óriási tömegben lehetett innentől kezdve különböző gyógyszereket előállítani. Egy ilyen nagyon egyszerű és könnyű kérdéssel kezdem. Mi az a hatóanyag, és hogyan lehet hatóanyagot előállítani? A hatóanyagokat többféleképpen is elő lehet állítani, függően attól, hogy milyen típusú hatóanyagról van szó, milyen célra szeretnénk ezt felhasználni, és milyen mennyiségben. Az egyik ilyen általános előállítási lehetőség az a kémiai szintézisen keresztüli előállítás. A másik lehet egy biotechnológiai előállítási mód is. Ennek során különböző mikroorganizmusokat veszünk figyelembe, az ő segítségükkel, ez lehet akár egy baktérium, vagy akár egy gombafajta is, lehet hatóanyagokat előállítani. Ennek nagyon szép minta példája, például az antibiotikum előállítása, amit penicillin gombával állítunk elő. Ezen kívül viszonylag egyszerű módon is lehet hatóanyagokat előállítani, ez lehet akár egy praktikusan megválasztott mezőgazdasági termék, vagy akár állati alapanyagból extrakcióval kivont hatóanyag is, melynek során vízzel vagy oldószerrel vonjuk ki a hatóanyagot, majd egy bepárlással az oldószerek eltávolítása, koncentrálása után tudjuk előállítani a hatóanyagot. A hatóanyag előállításának az utolsó lépését úgynevezett tiszta terekben végezzük, amelynek során egy speciális térben praktikusan túlnyomást alkalmazva szűrt levegővel tudjuk előállítani a hatóanyagot, úgyhogy védőfelszerelésben állítjuk elő. Valamint rendszeres egészségügyi felülvizsgálaton, rendszeres egészségügyi vizsgálaton vesznek részt a kollégák. Körülbelül mennyi idő telik el a között, amíg a hatóanyagból a gyógyszertárban egy doboz gyógyszer lesz? Egy praktikusan megválasztott kamrába helyezzük el a hatóanyagot, ami az adott országra vagy földrajzi szélességre meghatározott hőmérsékleti viszonyokat és páratartalmat tartalmaz. Ebbe helyezzük el a hatóanyagot, és rendszeres időközönként vizsgáljuk azt, hogy a hatóanyag fizikai-kémiai változása hogyan változik. És attól függően, hogy mennyire stabil ez a hatóanyag, lehet utána több vagy kevesebb ideig tárolni. Ez a tárolás egyébként néhány hetet vagy néhány hónapot is igénybe vehet. Mi minden változott, és milyen technológiákat alkalmaznak ma? Maga a technikai színvonal is folyamatosan változik, egyre újabb és egyre bonyolultabb szintézisek elérhetőek, emiatt egyre összetettebb hatóanyag molekulákat egyre hatékonyabban tudunk előállítani, de maga az automatizálás, illetve a robotizáció is nagy mértékben megjelenik a mi életünkben. Ez nem csak a gyártásra vonatkozik egyébként, hanem a magára a minősítési eljárásokra is. Anna a Semmelweis Egyetem gyógyszerésztudományi karán tölti a napot, ahol lehet, hogy még azt is kideríti, hogy hogyan készült az első tabletta. A Semmelweis Egyetem története több mint 250 évre nyúlik vissza, de a gyógyszerésztudományi kar ezen az idővonalon hol helyezkedik el? Mióta képeznek egyáltalán Magyarországon gyógyszerészeket? Magyarországon a gyógyszerész képzés a 17. században még céljellegű volt. 1769-től a Semmelweis Egyetem jogelődjének megalakulásától tulajdonképpen számolhatjuk a magyar gyógyszerész képzést. 1904-ben költözött ide a Pasteur Intézet, és hát méltán viseli ma Hőgyes Endre nevét, aki a Pasteur féle veszettség elleni oltást továbbfejlesztette. Most nézzük meg, hogyha már visszamentünk az időben, hogy anno milyen gépekkel dolgoztak. Örömmel. Hogyha már belépünk ide a laborba, akkor nekem is jár a köpeny? Mindenképpen szeretnék felajánlani egy köpenyt. Egyébként létezik egy ilyen beavatási ceremónia a gyógyszerésztudományi karon is, hasonlóan az általános orvostudományi és fogorvostudományi karhoz, és a hallgatók, amikor túl vannak az alapismeretek elsajátításán, akkor kapnak névre szólóan egy köppenyt. Köszönöm a bizalmat, bár én még az ismeretek elsajátításának az elején járok. Mi az, amit elsőként tanul meg egy gyógyszerészt a hallgató?
A gyógyszerképzés célja, hogy a gyógyszer szakértőjévé és alkalmazásának szakértőjévé váljon a hallgató. Ugyanakkor ehhez szükség van olyan alapismeretek elsajátítására, mint az orvosbiológiai ismeretek, valamint a természettudományi, különösképpen a kémiai ismeretek. De a végén a gyógyszerész ismerni fogja és jártas lesz a gyógyszerek, gyógyszeradagolási formák előállításában, például a tablettázásban, ezt meg is mutatnám szívesen. Ó, viszont azért ez egy régi szerkezet, mikor használták ezt? Az 1940-es évektől kezdve használták ezt a gépet. És ha már felkerült rám a köppeny, akkor muszáj kipróbálnom. Nyugodtan, egy placebo, tehát hatóanyagmentes granulátumból tud préselni egy tablettát. És elkészült az első tablettám. Ma már sokkal korszerűbb eszközökkel zajlik a gyógyszerkészítés. Elég akár csak egy gombnyomás. Itt tessék ezt megnyomni. Igen. És itt most mi történik? Ez egy miniaturizált gyógyszeripari berendezés, amely alkalmas annak bemutatására a hallgatók számára, hogy hogyan történik például a tabletták filmbevonása, vagy a granulálás, vagy a porlaszra szállítás. Ugyanakkor ezt a készüléket, ezt a kutatásfejlesztésben is tudjuk használni. De ugye itt a laborokban nem csak tabletta készítés történik. A gyógyszerképzés annyira gyakorlatorientált, hogy különböző készségeket el kell sajátítaniuk a hallgatóinknak. A legkülönbözőbb gyógyszeradagolási formák előállításában jártasnak kell lenniük, de ezt majd a hallgató kollégák elmesélik. Sziasztok! Sziasztok. A mai gyakorlaton mivel foglalkoztatok? A mai napon oldatos, illetve szuszpenziós kenőcsöket készítettünk, és megvizsgáltuk az ipari, illetve a laboratóriumi előállításnak a különbségeit. Azt hiszem, hogy van hova felzárkóznom, úgyhogy itt elleszek egy darabig, viszont hamarosan visszatérünk, és megnézzük, hogy a többi laborban mi történik. Már tudjuk, hogy a hatóanyag hogyan készül, de azt nem tudjuk, hogy hogyan hat. A gyógyszer készítményeknek ugye az egy komplex formula, ennek az aktív összetevője a hatóanyag. Ugye ezek mellett ugye segédanyagok is vannak. Az aktív hatóanyag, amely a terápiás választ váltja ki, ez attól is függ, hogy mi a betegségnek az oka, tehát például vannak hiánybetegségek, akkor a szervezetben amúgy létező anyagoknak a hiányának a pótlásával lehet kezelni a betegséget, fertőző betegségek esetén ott a kórokozónak az életképességét vagy szaporodását szeretnénk befolyásolni, és hát ami a legjellemzőbb, az pedig a szervezetben a betegség kialakulásáért, folyamataiért felelős valamilyen szabályozó fehérjének a célzása. Lehet lokális, tehát egy helyi alkalmazás, ezek leginkább úgynevezett félszilárd készítményekkel, tehát a kenőcs, krém, vagy pedig valamilyen oldatok, ugye szemcsepp, orrcsepp, ott helyi hatást várunk, de hogyha szájon át vagy injekció útján jutatjuk be, akkor egy szisztémás hatást, tehát a vérkeringésbe bejutva tudja kifejteni a hatását. Kezünkben van egy hatóanyag. Tudjuk, hogy ez jó lesz majd egyszer valamilyen betegség gyógyítására. Milyen vizsgálatokon esik keresztül ez a hatóanyag? Az, hogy milyen vizsgálatokon esik keresztül egy gyógyszer jelölt molekula, az nagyban attól is függ, hogy egyrészt milyen hatóanyaggal dolgozunk, tehát egy teljesen új molekulával, tehát ez jellemzően az originális gyógyszerfejlesztése jellemző, tehát egy teljesen ismeretlen új hatóanyagot kell fejleszteni. Ez az, ami leginkább a leghosszadalmasabb, legköltségesebb, legkockázatosabb. A másik véglet pedig az, amikor egy forgalomba lévő gyógyszert szeretnénk lemásolni. Illetve vannak olyan hatóanyagok, amiket már ismerünk, de egy másik terápiába. Tehát ugye a tudomány, ahogy fejlődik, egyre több ismeretünk lehet, kiderülhet egy hatóanyagról, egy más élettani funkció vagy betegségekben is hatásos lehet. A mellékhatások tekintetében milyen vizsgálatokat és hogyan lehet végezni manapság? A mellékhatásokat alapvetően már a gyógyszerfejlesztés során is nagyon szigorúan kell vizsgálni, tehát akár a
ugye a preklinikai szakaszban és maga a klinikai fázisokban, amelyek egy kontrollált kórházi körülmények között végzett vizsgálatok. A humán fázisokban, tehát humán vizsgálatokban pedig a fázis, tehát az első klinikai vizsgálat, a fázis egy vizsgálat, ami kifejezetten önkéntes, egészséges embereken történik, és ott kifejezetten a mellékhatást vizsgáljuk. De a forgalomba hozottal után is követni kell a mellékhatásokat, ezzel leginkább a farmakovigilancia foglalkozik. Mi minden kell ahhoz, hogy egy olyan gyógyszer szülessen, ami az emberi gyógyászatban is alkalmazható? Itt tulajdonképpen el kell jutni addig, hogy kifejleszti a hatóanyagot, de aztán kidolgozza azt is, hogy hogyan lehet ezt kereskedelmi méretben gyártani. El kell jutni oda, hogy kifejleszti a megfelelő készítményt ebből, ami a megfelelő mennyiségben, a megfelelő sebességgel és a megfelelő helyen adja le a hatóanyagot. És ehhez el kell végezni laboratóriumi szintű úgynevezett in vitro vizsgálatokat, el kell végezni klinikai vizsgálatokat, és amikor mindez megvan, akkor gyakorlatilag ebből készül egy forgalomba hozateli engedélyi kérelem, amit a magyar nyelven gyakran hívnak törzskönyvnek. Ha megkapja a hatóságtól a törzskönyvi engedélyt, akkor lesz jogosult arra, hogy a készítményt gyártsa. És akkor ez egy adott készítményre vonatkozik. Ezen felül egyébként egy gyógyszergyártónak még számtalan más, nagyon szigorú követelménynek is eleget kell, hogy tegyen, mint gyártóhely, az úgynevezett GMP követelményeknek is, ez a Good Manufacturing Practice, és még számtalan egyéb ilyen, amik együttes teljesülése esetén lehet azt mondani, hogy a gyógyszer elkészülhet és kikerülhet a patika polcaira. A gyógyszerészi gondozás így a klinikai gyógyszerészet középpontjában is az ember áll. A klinikai gyógyszerészet szorosan együttműködik az orvosokkal és az egészségügyi szakdolgozókkal annak érdekében, hogy a betegek számára a lehető legjobb terápiát dolgozhassák ki. A Szegedi Tudományegyetem Klinikai Gyógyszerészeti Intézetébe látogatunk. Kellen úra, gyógyszerész vagyok, a gyógyszeres anamnézisét szeretném felvenni. Jó. Fel tudnál sorolni, hogy milyen gyógyszereket szed? Vérnyomásra szedek. A klinikai gyógyszerészek a beteg ágy mellett dolgoznak a gyógyító tím részeként, támogatva és segítve az orvosok munkáját, akár már a betegfelvételkor. Olyan sok gyógyszer van már a gyógyszerpiacon, hogy ezt egy orvosnak nehéz követnie. A rengeteg gyógyszer mellékhatást, gyógyszerallergiát, kölcsönhatásokat, mit mivel szabad együtt szedni, mivel nem. Klinikai gyógyszerészi hivatás egyre igényeltebb tudás lett a kórházon belül. A Szegedi Klinikán az egészségügyi dolgozók multidisciplináris csapatként dolgoznak együtt, vagyis a különböző tudományterületekről érkezett szakemberek egymással párhuzamosan adják tudásuk legjavát a közös célért, vagyis az adott betegség meggyógyításáért. Orvos, gyógyszerész, dietetikus, gyógytornász és ápoló is, így együtt hozzuk meg a gyógyszeres döntéseket. A gyógyszerészeti tevékenységünk része, hogy az osztályon dolgozó nővéreknek segítünk az infúziók elkészítésében. A gyógyszer technológiát és annak minden hatását egyszerre kell figyelembe venni, és tudni kell alkalmazni azt. Bizonyos osztályokon akár azonnali döntéshozatalra is szükség lehet. Azért, hogy a legmegfelelőbb segítséget kapja a beteg és a legfrissebb tudás birtokában legyenek a klinikai gyógyszerészek, folyamatosan képzik magukat. Azonban a kimagasló elméleti ismeretek mellett a mindennapi gyakorlatban is otthon kell lenniük. A Szegedi Tudományegyetemen pár éve már automatizált gyógyszerosztás működik. Az automata a központi gyógyszertárban van, és onnan a betegek névre és napszakra osztva kapják meg a gyógyszerüket. Az acskókon feltüntetésre kerül a gyógyszer neve, hatáserőssége, és a beazonosíthatóság kedvéért azok alakja, színe is látszik, valamint a bevétel körülményeire való utasítások is. Így a beteg pontosan tudja, hogy mit vett be, és az orvos számára is nyomon követhető a gyógyszer. A klinikai gyógyszerészek számára a legnagyobb kihívást talán az jelenti, hogy minden beteg más, nincs két egyforma eset. Ebből adódóan a gyógyulási folyamathoz, annak változó körülményeihez és ritmusához kell alkalmazkodni a terápiának. A beteg naponta nyomon követett laborértékei mellett a klinikai gyógyszerész határozza meg a páciens táplálását és a személyre szabott gyógyszerdózist is, a minél hamarabbi gyógyulás érdekében. Mi átlagemberek tulajdonképpen rendkívül keveset tudunk a gyógyszerekről.
és azon gondolkodtam, hogy milyen elképesztő bizalom kell tulajdonképpen ahhoz, hogy én reggel a kávém után bevegyek egy C-vitamint, és lenyeljem úgy, hogy tulajdonképpen semmit nem tudok arról, hogy mi van benne, hogy hogyan készült el. Ezért éreztétek fontosnak azt, hogy létrejöjjön ez a tudományos és technológiai központ. Az Aegis az most ünnepelte a 110. szülinapját. Szerintem ez nagyon fontos, tehát a mi hátunk mögött 110 év bizalom van. Amikor ezt az épületet megnézzük, látjuk azt az innovációt is, amit itt a 110 év alatt felépítettünk. A gyógyszergyártás az egy nagyon szigorúan szabályozott folyamat, ezért nagyon sokan szeretnének benézni a boszorkánykonyhába. Viszont a látogatókat nem vihetjük be a gyártóterületre, ezért azt találtuk ki, hogy mi lenne, ha a gyógyszergyártást hoznánk ki a látogatókhoz. És így született meg ez az interaktív ház, amelyik bemutatja a gyógyszergyártás múltját, jelenét, és egy picit bekukkanthatunk a jövőjébe is. Mi volt az első termék, amivel a cég előrukkolt annak idején? 1913-ban két nagyon-nagyon innovatív ember alapította meg a gyárunkat. Albert Wander, ő egy svájci tápszergyártó volt, és Balla Sándor gyógyszerész, és az első termékünk az egy tápszer volt. Hogyan kerül a képbe Örkény? Számüzetésben töltött itt 5 évet, hiszen ő egyébként egy vegyész és egy gyógyszerész diplomával is rendelkezett, mert hogy a szülei annak idején azt mondták, hogy drága fiam, legyen valami tisztességes szakmád is. Hát ezt a két tisztességes szakmát megszerezte, és 5 éven keresztül itt dolgozott nálunk, a mi gyógyszer ismertető osztályunknak ő lett a vezetője. Ő végezte a dolgát, de közben az írói vénája sem hagyta cserben, és ő folyamatosan sztorikat írt. Csak hogy mindig jöttek, mentek az emberek. Rájött, hogy gyors, rövid sztorikat kell írnia, úgyhogy leírta, betette a fiókba, leírta, betette a fiókba, na így születtek az egypercesek. Visszatérünk Annához, aki gyógyszerész hallgatók segítségével arra keresi a választ, hogyan segítheti a gyártást a 3D nyomtatás technológia. A kenőcskészítésben már éppen kezdtem belejönni, de úgy látom, hogy ebben a laborban új kihívások várnak rám. Most éppen itt mi történik? Jelenleg gyógyszeres kapszulákat készítünk, aminek a töltetet pedig egy pellet lesz, illetve pelletek halmaza lesz. Ezek gömb, közel gömb alakú részecskék, amik hatóanyagot tartalmaznak, így ezeket el tudjuk oszlatni ezekben a kapszulákban. Mibe segíthetek be? A pelletek alapján szolgáló porkeveréket csináljuk, egy homogén rózsaszín masszát kell, hogy kapjunk, esetleg abban tudnál segíteni, hogy ezt elkészítsük. A háttérben extrudálás zajlik, de ez mit jelent pontosan? Az előbb létrehozott nedves masszából kis rövid extrudátumokat készítünk, amikből aztán vágás, gömbölyítés, illetve szárítás után a készpelleteket kapjuk, amik aztán kapszulába is tölthetők. Meghoztam a kapszulát vizsgálatra. Köszönöm. Most szimulálni fogjuk igazából, hogy hogyan történik a hatóanyag leadás a szervezetben, a gastrointestinális traktusban, hiszen ez szájon át szedhető gyógyszerforma, amit elkészítettetek, belerakjuk egy süllyesztőbe, és ezzel bedobjuk a készülékbe, a berendezésbe, ahol beállított hőfokunk van, ami a testhőmérsékletet modellezi, a gyomornet pH-ját. Beállítottuk, meghatározott időpontokban mintát veszünk. A kioldódás vizsgálatból nyert mintát tartom a kezemben, de mi lesz ennek a mintának most a következő útja? Az aktív hatóanyagoknak a jellemzése, minőségi és mennyiségi jellemzése analitikai vizsgálatokkal történik. Miért elengedhetetlenek ezek a vizsgálatok? Alapvetően fontos a gyógyszerkészítményekkel szemben támasztott minőségi követelményeknek való megfelelés. Ezek a minőségi követelmények magukban foglalják alapvetően a stabilitás vizsgálatát az adott készítményeknek. A gyógyszertudomány a leggyorsabban fejlődő tudomány, és ennek itt is
szemtanúi lehetünk, hiszen az a kapszula készítés, amit mi most fázisokon keresztül végigvettünk, tulajdonképpen a jövőben már egy fázisban is megvalósítható. Így van, igen, különböző 3D nyomtatási berendezéseket láthattok, kis rétegek egymásra építésével egy lépésben hozzuk létre a szilárd gyógyszerformákat. Hogyha ez már ismert, és ennyire egyszerű, akkor még miért készítjük fázisokban a gyógyszereket? Hogyha a nagy tételben több tízezres, százezres méretben szeretnénk tablettákat, kapszulákat előállítani, akkor azért még a kiforrott ipari technológia az, ami előjár, illetve a szabályozási környezet is még egy kicsit hátrébb kullog, viszont remélhetőleg a következő 5-10 évben várhatjuk ennek az ágnak is a fellendülését. Rengeteget tanultam ma itt az egyetemen, mára végeztem, de kedvet kaptam, hogy visszatérjek. Ez volt már a Multiverzum, de tudják, a határ a csillagos ég, és mi hétről hétre kíváncsibbak leszünk. Következő adásunkban a víz lesz az úr, ugyanis a Duna tudományával foglalkozunk. Tartsanak tehát velünk a jövő héten is, de műsorunkat addig is újra nézhetik a mediaclick.hu oldalon. Multiverzum. A tudomány határtalan.